A társadalmi ellenőrző, információs és településfejlesztési társulást tett látogatást a radioaktív hulladékfeldolgozó és tárolóban, ahol a kis és közepes aktivitású intézményi eredetű hulladékok kezelése történik. A Teit polgármestereit vendégül látta Kisnémedi polgármestere, akivel tapasztalataikat, kérdéseiket oszthatták meg. A polgármester tájékoztatta a társulás településük helyzetéről és a hulladékfeldolgozó szomszédságában tapasztalt ismeretekről. A püspök szilágyi tárolóban tett bejárást követően egyeztetés történt a szakemberek és a társulás tagjai között. Nagyon fontosnak tartjuk azt a társulásba, hogy folyamatosan nyomon kövessük a Magyarországon is felelhető radioaktív anyagokkal kapcsolatos tevékenységeket, az ottani technológiákat, az irányokat. Az üzemi épületben történik a radioaktív hulladékok fogadása, feldolgozása, illetve a pince szinti tárolótéren lévő átmeneti tárolókban az átmeneti tárolása. Azért is tartottuk ezt fontosnak, mert, mert egy olyan helyről kapunk információt, ami, ami a legrégebbi tárló, és, és mégis egy olyan technológiát kell bevetni, ami a 21. századnak maximálisan megfelel. Tekintve, hogy az intézmény 40 éve áll a radioaktív hulladékok elhelyezésének szolgálatában, elengedhetetlenül fontos a korszerűsítés és fejlesztés. Folyamatosan növelik a fiók telep biztonságát, továbbá kiemelt feladat az úgynevezett történelmi hulladékok mai kor követelményeinek megfelelő átcsomagolása és elhelyezése. A hulladékcsomagokat a medencékből kitermelik, és azok átválogatásával, tömörítésével és újra csomagolásával ismételten elhelyezik. 2017-ben kezdték meg egy könnyű szerkezetes csarnok megépítését. Fontos a polgármesterek első kézből történő tájékoztatása és a személyesen megszerzett ismeret, hiszen így tudnak hitelesen tájékoztatást adni településeiknek a nukleáris létesítményekről, tette hozzá Gáncs István.